Ebben a mostani videóban a szemek megerősítéséről és a szem problémák megszüntetéséről lesz szó. Üdvözöllek itt Újjai Szabolcs Zoárt! Szemeink a legfontosabb érzékszervünk, ha nem lennének, életünk jelentős mértékben be lenne korlátozva. Gondolj csak bele, mennyi érzés, öröm, tapasztalás, látvány, szépség kötődik a szemeidhez. A két szemünk az egyetlen olyan testrészünk, amely lényegében a heti 7 napban, a nap 24 órájában teljes készenlétben állnak, szinte nem is kell őket bemelegíteni. Már ébredés után pár másodperccel teljes aktivitási szinten tudnak működni. Nem úgy például az ízületek vagy a porcok, amelyeknek ugye percekre van szüksége ahhoz, hogy bemelegedjenek, mielőtt magasabb fokozatra tudnak kapcsolni. A szemeink rendelkeznek a leggyorsabb öngyógyítási idővel is. Egy szaruhártya karcolás 48 órán belül képes kijavítani a test, míg például egy bőrön keletkező karcolás akár hetekig is regenerálódik. Agyunknak kb. A fele folyamatos működési kapcsolatban van a szemeinkkel, és a szemeknél lévő izmokat használjuk ugye a legtöbbet az életünk során. A szemeinkben különböző formájú sejtek vannak jelen, vannak olyan sejtek, amelyek a formák észlelésére szolgálnak, míg más sejtek a színeket érzékelik. Nézzünk most meg 6 olyan lépést, amelyek segítségével megerősíthetők a szemek, illetve amelyek segíthetnek a szemeknek abban, hogy jobb egészségi állapotba kerüljenek, hogy gyorsabban gyógyuljanak. Az első fontos szemerősítő módszer az a szemgolyók mozgásban tartása és edzése. Például, ha számítógép előtt ülsz egész nap, akkor fontos, hogy minden órában pihentesd a szemeidet, oly módon, hogy ott hagyod a monitort, így megváltoztatod a szemek fókuszát. Aztán ott van a szemmasszázs is, csukd be a szemedet, és a két mutatóujjad segítségével finom, körkörös mozgásokkal kezd el kívülről masszírozni a szemgolyókat. Ez nagyon jó tesz, és nagyon kellemes érzés is egyben. De vannak ugye más szemkondíciójavító gyakorlatok is, keresd rá a keresőben. A második lépés az megnövelni azon szuperételek mennyiségét a táplálkozásunkban, melyek koncentráltan tartalmazzák a szemek számára hasznos mikrotápanyagokat. A két legfontosabb a fekete áfonya és a goji bogyó, melyet elsősorban gyümölcslé vagy kivonat formában fogyaszthatsz minden évszakban. A fekete áfonya tartalmaz antocian vegyületeket, melyek aktiválják a retina funkcióit, segítenek szemfáradtság esetén, tágítják a hajszálereket a szemnél, segítenek abban, hogy jobb legyen a vérkeringés a szemeknél lévő vékony ereknél. Súlyosabb szemproblémák esetén célszerű fekete áfonya kivonatokat is szedni. A goji bogyó pedig a természet legjobb karotin forrása, van benne A-vitamin, zeaxantin, lutein és beta-kriptoxantin is egyszerre. A lutein és a zeaxantin elnyelik a nap káros ibolyántúli sugarait, és semlegesítik a retinában lévő szabadgyököket, azaz fogyasztásával csökkenthető a szembetegségek és a látásromlás esélye. Illetve a goji tartalmaz taurint is, mely vegyület például retinopátia esetén lehet hatásos egyes esetekben. A harmadik lépés a szemek megerősítéséhez az a szemek védelme. Szemeink is ugye kifáradnak, főként akkor, ha túlerőltetjük őket, például a túl hosszú ideig tartó számítógép használat esetén. Ha például számítógép előtt dolgozol, vedd le a monitor fényerejét, állítsd be a kontrasztot és a fényerőt olyanra, ami a szemednek kellemes. Ha szemüveget hordasz, célszerű olyan szemüvegeket használni, amelyek bizonyos mértékig ki tudják például szűrni a monitorokból jövő kékfényt. A negyedik lépés, amivel a szemek erősebbé tehetők, az az astaxantin. Az astaxantin egy karotinoid féle, ami a retina károsodás ellen bizonyult hatásosnak több kísérlet során. A legjobb astaxantin források a krillolaj és a mikroalgák, mint például a spirulina alga. A krillolaj az astaxantinon túl azért is jó, mert ugye omega-3-at is tartalmaz, mely vegyület ugyancsak fontos a szemeink számára, mivel úgy is mondhatjuk, hogy megolajozza a szemgolyókat. Az ötödik lépés a szemek jobb állapotba hozásához az az elegendő és jó minőségű víz fogyasztása.
A szemeink gyorsan megérzik, ha csökken a vízmennyiség a testünkben, például gyorsabban kiszáradnak a szemek. A víz létfontosságú anyag a testünk számára is, mindenkinek a desztillált vizet ajánlom fogyasztani. Én is azt hiszem, már évek óta otthoni desztilláló készülékkel állítom elő. A szemeid külső nedvesítéséhez is a desztillált víz a legjobb. És az utolsó, a hatodik lépésben nézzük meg további nagyon fontos tápanyagokat a szemeink számára, melyek, ha nincsenek kellő mennyiségben jelen, az szemproblémák kialakulásához vezethet. A legfontosabbak a C-vitamin, az E-vitamin, a cink, a réz és a B-vitaminok. A C-vitamin legjobb forrásai a homoktövés, a kamukamu, az acerola, a csipkebogyó, a guáva, a ribizli és az egres. Sok E-vitamin van a növényi olajokban, a magvakban és a tojásban. A B-vitaminokat pedig a legjobb sörélesztőből, májételekből, zöldszínű zöldségekből és mépempőből pótolni. A szemünkkel kapcsolatos problémák egyébként nappal és holddal kapcsolatos problémákat jelentenek, azaz főként azt jelzik, hogy a női-férfi szerepekkel van gond az életünkben. Itt a megoldás az, ha elkezdünk vizualizálni, gondolni a jövőnkre, tervezni a jövőnket, ha elkezdjük elemezni, szemlélni az eseményeket az életünkben. Összefoglalva még egyszer az én véleményemet a 6 legjobb szemerősítő módszerről, a szemgolyók edzése, a fekete áfonya és a gocsibogyó fogyasztása, a szemek tudatos védelme, az asztaxantin pótlás, a legjobb erre a krillolaj, a tiszta vízből elegendőt fogyasztani és elegendőt bevinni az említett mikrotápanyagokból. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam vele neked segíteni. Ha vannak személyes kérdéseid, írd meg nekem e-mailben, ha pedig értesülni akarsz a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!